szép délutánt mindenkinek, aki esetleg még kint van, kérem, hogy fáradjon be, mert folytatnánk. Következő adónk azt kérte, hogy ne hozzam zavarba, de elnök úr ragaszkodott hozzá, hogy az amuri partizánokhoz hasonlítsuk Petre Andrásot az EU Solar ZRT-től, akinek előadása után hát szem nem marad majd szárazon, legalábbis ezt ígérte, és teljesítményoptimalizálóval, ugye? Nem, de teljesítményoptimalizálóval lesznek önök gazdagabbak, de ezt majd a végén eldöntjük, hogy, vagy illetve elmondjuk, hogy hogyan pontosan, de hallgassák az előadását, András. Én Petre András vagyok, szeretettel üdvözlök mindenki a hallgatóságot, és hát én bele is vágnék az előadásba. Azt hiszem, hogy a cím eléggé sok mindent mond, optimalizálás. Ki az, aki nem hallott még az optimalizálásról? A napelemes rendszerek optimalizálásáról. Ugye mindenki. De hogyha egy picit elkezdünk egy történelmi visszatekintést belekezdünk, akkor nézzük csak meg, hogy honnan is indult az optimalizálás. Hát amit mi össze tudtunk gyűjteni, az 14 féle optimalizálási lehetőség volt, és ezekből a legismertebbeket fogom bemutatni. Az első optimalizálás ugye a napelemnek a dőlése és a tájolása. Tehát a nap felé kell fordítani, ez országonként, régiónként, szélességi körönként ez változik. Jól ismerjük Magyarországon is, hogy mennyit számít a jó irányba fordított napelem. Itt ezen a kis táblán láthatjuk, középen van az a piros 100%, ez egyébként Angliából van ez a térkép, ez a táblázat, ez nem magyar viszonyokra vonatkozik. Itt egy 30 fokos dőléssel, déli tájolással hozta ki a 100%-os hatásfokot, és ehhez képest, hogyha megnézzük, hogy csak egy keleti vagy nyugati tájolást nézünk, akkor már 20%-kal kedvezőtlenebb, esetleg egy meredekebb dőlésnél pedig még akár 30%-ot is el tud érni. Tehát mondjuk egy parasztház az ilyen 40-50 fok közül van, tehát egészen magas veszteséget érhetünk el, hogyha nem jól tájoljuk a napelemet. A második a napelemeknek az elhelyezése, ez örök vita szokott lenni, hogy hogyan érdemes, hogy állítva érdemes a napelemeket elhelyezni, vagy fektetve. Ráadásul szabad-e fektetve elhelyezni őket, mert vannak a kombájner boxaikon kis szellőző nyílások, esetleg, hogy ott be tud-e ázni. Itt egy picit később lesz egy videó erről, ezt nem akarom lelőni ezt a poént, de témában máshova is fog kapcsolódni. Jó, a következő optimalizálás, hogy még a tájolás nem maradjunk, a napkövetés. Ugye? Tehát, hogyha ahogyan a nap szépen járja az utat, mi követjük napelemekkel, akkor itt jól látszik ez a narancssárga belső, ez a teljesen fix, tehát itt ez a nem módosított, a világos szürke az az egytengelyes, és a piros az pedig egy kéttengelyes mozgatás. És még mindig az optimalizálásnál tartunk, és eljutottunk oda, hogy az optimalizálásnak az elektronikai első megoldása az MPPT, ugye Maximum Powerpoint Tracking, maximális munkapont követés. Napelemeknek van egy karakterisztikája, ami mindannyian ismerjük, hogy ez a karakterisztika, ez hőmérséklet és besugárzás függő. Ugye minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb lesz összességében a teljesítmény, és minél nagyobb a besugárzás, hát annál magasabb természetesen, és az invertereknek pedig az a dolga, hogy megtalálja a maximális munkapontot. És akkor, hogyha tovább lépünk, akkor eljutunk a mostani korszak slágeréig, ezek a modulonkénti optimalizálás, mikroinverterek, moduloptimalizáló, SolarEdge, Enphase és egyéb márkák interneten, Alibabán, mindenhol rengetegféle megoldást lehet erre találni. Itt ugye már napelemenként történik az optimalizálás, tehát abban az esetben, amikor a napelem stringnek egy részét takarja esetleg valami, abban az esetben nem rontja le a többi napelemnek a teljesítményét, egy kicsikét több teljesítményt tud előadni, vagy előhozni. Nagyjából így épül föl, ugye? Minden napelemen van egy-egy modul optimalizáló, most ez egy SolarEdge-es megoldás, de lehetne ez akár mikroinverter, akkor ide nem kell inverter, mert ugye ott akkor az AC hálózatot produkálják rögtön a mikroinverterek.
Jó, nézzük tovább a napelemenkénti optimalizálás, hogy honnan indult a napelemenkénti optimalizálás. Hát a bypass diódáknak a működését kell hozzá megérteni, mert az első napelem optimalizáló, az elektronikus, az a bypass diódával kezdődött. Rossz gombot nyomtam, és itt egy kis videót fogok megmutatni. Most izgulunk, hogy elindul-e, és elindult. Tehát itt a napelemen belül ugye három dióda van, és ahogy az árnyék megy át rajta, a diódák szépen át. Hoppá, második példa, ez meg egy horizontálisan telepített napelemnél. És itt nagyon látványosan mutatja, hogy ahonnan lemegy az árnyék, ott újra vissza tud jönni, és a diódák segítenek abban, hogy a napelemnek a nem működő, vagy árnyékos részeit lekapcsolgassa, és ezzel ne okozzon nekünk a hálózatunkba kárt. Hogyha ezt egy picit tovább gondoljuk, és már stringre próbáljuk megértelmezni, akkor nagyon hamar láthatjuk azt, hogy ha minden napelemmel párhuzamosan kötünk egy-egy diódát, akkor ugyanez a hatás akár napelem szinten is érvényesülhet. Pár évvel ezelőtt ezek még divatosak voltak egyébként külföldön, aztán utána már nem alkalmazták. A napelemgyártók beletehetnék. Mi a véleményetek, hogy miért nem teszik bele a napelemgyártók ezt a negyedik diódát, amivel a teljes napelemet is ki lehetne iktatni abban az esetben, hogyha árnyék jön a napelemre. Nagyon sok napelemet adnak el. Miért hiányzik belőlük ez a negyedik dióda? Azért hiányzik, mert ez nagyon ritkán fordul elő. És összességében minden egyes kis elektronikai, vagy hozzáadott kontaktus, vagy akár itt egy NP átmenet, az egyrészt ugye feszültségesik rajta, diszipálódik rajta a hő, és összességében veszteséget okoz, nem nyereséget. Tehát ezért nincsenek benne ezek a diódák a napelemben gyárilag. Jó, és hogyha nézünk a legdrágább és a legolcsóbb megoldást, akkor körülbelül így néz ki, hogy egy teljesítményoptimalizáló az 39 euró, egy másik fajta teljesítményoptimalizáló az pedig 39 forint. De most ezt megnéztem nagykerbe, ez nem igaz, ez 12-ért már lehet kapni. De gyakorlatilag 3-500-szoros az árkülönbség. Jó, és akkor körülbelül úgy számolhatjuk, hogyha van 4 napelemünk, és használunk hozzá 4 teljesítményoptimalizálót, és költségbe számoljuk, tehát nem arra megyünk, hogy milyen mérnöki nagyszerűséget tudunk előadni, és tudunk-e még plusz 0,5%-ot kihozni a tökéletesen megvilágított napelemünkből, hanem azt nézzük, hogy mennyibe kerül a rendszer, és összeadjuk ezt a 4 darab optimalizálót, és ezekből inkább egy 5. napelemet veszünk, ami ugye 25%-kal több energiát képes termelni, mint egy optimalizálóval ellátott napelemes rendszer. Azonos áron 25%-kal több pénzt kapunk vissza. A történelmi tény, hogy az egyre csökkenő modulárak kiszorítják a különleges műszaki megoldásokat. Ma már senki se akar napforgatót, vagy mechanikus forgatót. És hát én ugyanezt jóslom, hogy még tovább fognak csökkenni a modulárak, és ezek még jobban ki fogják szorítani az olyan megoldásokat, amelyek túlságosan bonyolultá teszik a napelemes rendszereket. Azt meg egyikünk sem gondolhatja, hogy 25 év alatt nem lesz nem várt esemény. A napelemes rendszerünkkel biztos, hogy történik valami, hát itt például vendége lett egy optimalizálónak valamilyen állat formájában, és hát nem tudtak együtt élni, mert ezt valami rét lebontották. Tehát most csak egy 5 kW-os napelemes rendszerben, hogyha gondolkodunk, akkor egy inverterhez 20 darab panel kell, az 20 darab elektronikai berendezés, amit föl fogunk helyezni a tetőre, ahol mínusz 20 és plusz 60 fok közötti hőmérséklet van 25 éven át. És itt látjuk az EU Solarnak a tervét, hogy minden el fog romolni. Az EU Solar eladott eddig 6500 invertert, és mi úgy számolunk, hogy mind a 6500 inverter el fog romlani. Én úgy gondolom, hogy a teljesítmény optimalizálókkal is ugyanez a helyzet. Borítékolható a csőd. Újabb és újabb megoldások vannak, biztos hallottak már a Maximicékről, amelyek szintén napelem szinten képesek optimalizálni. Ez egy elektronikai, megint egy kis eszköz,
amiről azt kell tudni, hogy kint van a tetőn, és semmilyen védelmet nem élvez. Nincsen se túlfeszültségvédelme, se légköri védelme, se hőmérsékletvédelme, egyszerűen csak benne van a napelembe. De ehhez tartozik természetesen egy trükk, hogy mikor nem kell ilyen optimalizálót alkalmaznunk, és az EU-szolárnak van is egy trükkje erre. A mi trükkünk az, hogy nem telepítünk árnyékba. Ha árnyékba kell telepíteni, akkor azt mondjuk a kuncsoknak, hogy nem alkalmas árnyékba a napelem. Semmiképpen nem fog megtérülni. Letehetjük árnyékba, de mennyivel fog kevesebbet termelni a rendszere? 20 év lesz a megtörlése? 25? Ki tudja. Tehát teljesen el tudjuk rontani a megtörlését. És az EU Solar ezt megtérülésre játsza. És akkor el is jutottunk odáig, hogy a korszerű, kiserőművi string inverterek milyen tulajdonsággal bírjanak, és ez egy picit bevezetője volt annak, hogy mi mindent kell tudnia egy korszerű string inverternek. Másfél éves gyártói tárgyalások és közös fejlesztés után elkészítette a Grovat ezt az invertert, ahol a combiner box egybe van építve az inverterrel, és így is mindössze 40 kilós egy 40 kW-os inverter. A két munkapontja van ennek az inverternek, és a string szintű monitoringja van. Hogy miért is jó ez a string szintű monitoring? Ez azt jelenti, hogy a párhuzamosan kötött stringekről is mindegyikről van külön-külön információnk, tehát hogyha elromlik egy szem napelemünk egy hatalmas nagy mezőben, azt is meg fogjuk tudni mondani, hogy melyik stringen van, és utána meg tudjuk keresni mondjuk 15-20 napelem közül, hogy melyik az a string, vagy abban a stringben melyik az a napelem, amely nem ugyanúgy termel, mint a többi. Tehát gyakorlatilag egy string szintű monitoring, anélkül, hogy kihelyeznénk elektronikát a napelemek alá lehetetlen környezetbe, meg tudjuk mondani, hogy elromlott egy napelemünk. Természetesen az alkatrészek is nagyon fontosak, ma már nincsenek elektrolit kondenzátorok, vékony réteg kondenzátorokat használ a Grovat és sok más gyártó is, hogy ne száradhassanak ki. Nagyon stabil AC feszültséget produkálnak, segédfeszültsége van, éjszaka is működnek az inverterek, így éjszakánként akár firmware frissítést tudunk rajtuk tenni, vagy akár a hiányukat is észrevesszük, hogyha valamiért eltűntek pont éjszaka. AFC védelem Amerikában nagyon fontos és gyakori, hiszen ott faházak vannak, de Magyarországon is a tüzek pontosan úgy keletkeznek, mint Amerikában. A Grovatban benne van az AFC védelem, ez a villamos ív elleni védelem valójában, és benne van a PID védelem is, ez pedig a potenciál különbségből eredő láthatatlan napelemgyilkos halál. 3-4 év alatt akár az 50%-ára képes egy napelem elveszíteni a teljesítményét, úgyhogy soha többet nem lehet visszaállítani. A Grovat tartalmazza ezt a PID védelmet, benne van az árába. Az IP védettsége az rendkívül magas, ezért mostoha körülmények közé helyezhető. A víz és porállósága, ez IP65-ös. A hálózata, amit fel tudunk építeni, hogyha nézünk néhány mintát. A webboxszal lehet ezeket a nagy parkokat építeni, aztán vannak Wi-Fi, Zigbee, GPRS és egyéb modulok, hogy összességében az az információ az eljusson hozzánk, ami alapján fenntarthatóvá tudjuk a hálózatot, vagy a napelemes rendszert, mert ezt 25 évig üzemeltetni szeretnénk, az a terv. Jó, itt egy normális, vagy egy hagyományos kiépítés látható, a zöld színű az AC vezetékhez, és a kék pedig a gyenge áram, a kommunikációs vezetékek, és itt is van egy nagyon érdekes lehetőség, ahogy tudunk pénzt porolni, nem építjük ki a kommunikációhoz a gyenge áramot, hanem helyette ráültetjük a jelet az AC hálózatra, és egy szem boxszal végül levesszük, és így működik a szerveres kommunikáció. Több mint 130 000 napelemes rendszer az, ami most már rajta van a
a rovatnak a hálózatán, és amire van hozzáférésünk, és amiből a tudásunkat tudjuk szerezni. Napi mentése van, és hát természetesen egészen komplex adatelemzéseket tudunk végezni a napelemeken belül. Amint az imént elmondtam, hogy firmware frissítést az éjszaka el tudjuk végezni, nem kell több száz kilométert autózni ahhoz, hogy frissítsünk egy szoftvert, vagy egy valamilyen beállítás, esetleg egy AC túlfeszültséghibát, egy földelési, vagy egy szigetelés ellenállásnál, hogyha csak egy-egy ohmot kell állítani, akkor ez nem okoz problémát távolról sem. A monitoring rendszere az rendkívül rugalmas, és API kapcsolattal is lehet vele beszélgetni, ez egy új fejlesztés. Hierarchikus hozzáférés biztosít egyébként. Jó, és akkor eljutottunk odáig, hogyha optimalizáltuk már a napelemünket, a rendszerünket, hogy összességében azért mégiscsak az inverternek a hatásfoka a pontosabb, hiszen a megtérülés azon múlik, hogy milyen hatásfokkal alakítjuk át a napelemből érkező energiát, ugye a hálózatnak megfelelő AC teljesítményre. A legújabb Grovat 20000H inverter, az 99,2%-os hatásfokú. Ez nem az MPPT-nek, hanem ez a komplett inverternek a maximális hatásfoka, egy egészen magas érték, és ez nem a Grovatnak az önvallomása, hanem a Foton laboratórium tesztje igazolta ezt, és hogyha itt megnézzük kicsit, hol van ezen a zoom? Igen, na. Ha megnézzük, az első egy SMA inverter, utána a második és a negyedik pedig egy-egy Grovat, ugye? De megnézzük a kis csillaghármat, hogy mit jelent. Kereskedelmi forgalomban nem kapható, ugye? Tehát egy német laboratóriumról van szó, hát megértjük, hogy egy technológiai országban nem lehet első egy kínai termék. És hogyha itt megnézzük egyébként a pozíciót, hogy valójában a sorrendet, akkor ugye itt a második helyen, meg a negyedik helyen volt a Grovat, de úgy látszik, ezt itt véletlenül megcserélték. Tehát, hogyha ezeket egyel följebb tesszük, akkor az első és a második helyen egy-egy Grovat van a Foton laboratórium tesztje szerint. Ennyire magas a hatásfok. Alacsony induló feszültség, ez egy nagyon-nagyon régi téma, hogy mennyi időn van. Egy perc? Tényleg? Oké, nem mutattad az 5 percet. Oké. Tehát alacsony induló, ezt elkezdem akkor gyorsabban mondani, mert rendkívül fontos. Akkor kihagyom a... Jó, ki a Grovatnak a tulajdonos, ezt gyakran megkérdezik. A SEC a Capital, ez egy amerikai kockázati tőkebefektető. És hogyha fölmegyünk a honlapjukra, akkor mit találunk? Hát ilyeneket, hogy Google, nem tudom, hogy hallottatok már róla, vagy esetleg a YouTube-ról, ki az, aki nem ismeri? Vagy van-e valakinek a zsebőből egy Apple telefon, mert ez is a Sequoia Capitalnak a befektetése, és elmondhatjuk, hogy jó beletrafált a tutiba a Sequoia Capital. A Sequoia Capital a Grovatot választotta a napelemes invertereknek a piacán. 2011-ben 10 millió dollárt tett be, és természetesen ott van a honlapjukon. És odáig jutottunk már, hogy a Made in China az már egy menő márka lett. Régen mindig azt mondtam, hogy ami nem kínai, az hamisítvány, de ma már ez változott. Jó, magyarországi raktárkészletünk az 500 darabos inverter, 800-as egyéb alkatrészek és garanciát is úgy intézzük, hogy a gyártó helyezte ide ki. És akkor elérkeztünk a CAD-hoz, ez a legizgalmasabb téma igaziból, ezt szerettem volna elmondani. Magyarországon 2016-ban 2600 CAD, összesen 4000 CAD van, ez a 4000 CAD ez egy becsült adat, és ha megnézzük, ez 640 milliárd forintos üzlet, vagy iparág, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, ami meg fog valósulni. És itt készítettem is, szándékosan egy füzetből mutatom meg, hogy körülbelül hogy néz ki, mennyi idő kell ahhoz, hogy végigfusson egy kát. Ugye kát kiérkezik decemberben, 2016 decemberében beadva, februárban, 17 februárban kijönnek mondjuk a kátok, elindul az engedélyeztetés, egy valamilyen bankhitelügyintézés, ha megvan már az engedély, meg a hitel, akkor már lehet a beszállítást, a kivitelezést, a használatba vételt intézni. Tehát gyakorlatilag az első kátok azok 2017 decemberre körül tudnak megvalósulni, és hogyha utána ugyanezeket a
számokat visszafelé, vagy ugyanezeket az időket a 2018 decemberétől visszafelé rakom, mert egy kát az 1 plusz 1 évig érvényes, tehát 2018 decemberében az utolsó kát is lejár. Abban az esetben láthatjuk, hogy gyakorlatilag nem lehet már engedélyeztetést elkezdeni 2018-ban, nem lehet már munkálatot elkezdeni 2018 májusa után, nem lehet már beszállítást indítani, és hát őrülten kevés az idő. Ez egy nagyon-nagyon fontos. A kátárának a becslése most egy kátos cég nagyságrendileg káttal együtt 5 millió forintba kerül. Ez ilyen árakat szoktak mondani. És ahogy az előbb kiszámoltuk, hát úgy gondolom, hogy 2018-ban ez lemegy majdnem nullára, mert lesznek olyanok, akik esetleg metárral kezdenek, és ott nekik esetleg valamennyit még érhet, de gyakorlatilag ez már rendkívül alacsony összeg lesz. Tehát ha valakinek kátos cége van, akkor igyekezzen ebben a periódusban eladni. És a januári, ha ez akkor igaz, ha nem veszük figyelembe a januári módosítás, mert januárban jött egy szabály, hogy csak 6 hónapig lehet a káton módosítani a területi igényt. Ez azt jelenti, hogy 2017 augusztusában 0 forintra fognak leesni a kátoknak az árai. Mert amíg egy szavatosságát elvesztett, befőttet, még el lehet adni féláron, a kát ez biztos, hogy nullát fog érni, amikor már nem lehet területet alárakni. Jó, a kát szomorú történet lesz, nem lesz 4000 kiserűmű Magyarországon. Több lesz a vesztes, mint a nyertes. Biztos, hogy sokkal többen fognak szomorkodni, mint ahányan meg tudják építeni. Partnereket keresünk mi is, az EU Solar 300 kátban vett részt, illetve 70 darab káthoz van a partnereinknek területe, és ehhez keresünk kerítés, őrzésvédés, fémépítés, gyengáram, villamostransz, gyakorlatilag minden területen keresünk partnerséget, a grovat.hu megoldásain kivitelezőknek várjuk a regisztrációkat. Van egy rendszerünk, amivel 15 perc alatt tudunk garanciás ügyeket kezdeni, és ez rendkívül fontos része, kiválasztó menükkel lehet a problémát megoldani, betárazott levelek vannak elkészítve, nem tudjuk elrontani, mert számítógép végzi, 15 percen belül kiküldjük a gyártónak az elkészített adatlapot, illetve a levelet. És akkor újra visszatérek erre, hogy az inverter szervizeléshez partnereket keresünk. Maradt még néhány diám, de udvariasságból most, mivel letelt az időm, ezért meg kell szakítanom. Köszönöm szépen! Igen. Az a maradék diában van. Jó, akkor, hogyha igen, tehát megengedték, hogy akkor menjünk egy picit tovább. Jó, az EU Solarnak a tapasztalata, hogy mihez várunk szervizpartnereket, és mi az, amit meg szeretnénk osztani. Ausztrál mintára szeretnénk Európa legjobb napelemes szervizhálózatát létrehozni. 1300 online adat, 6500 darab kihelyezett inverter, ez az EU Solarnak a teljesítménye. 40 megawatt zömében lakossági teljesítmény, ez is EU Solaros. 2000 online rendszer, 2200 engedélyeztetés, és ahogy az imént mondtam, 300 kátügyintézés, és itt meg tudjátok nézni az eusolar.hu per beszámoló 2015-ben ezeket az adatokat le tudjátok ellenőrizni, és a legvégén pedig szeretnék egy nyereményjátékra hívni benneteket. 1,2 millió forintos napelemes rendszert fogunk kisorsolni az eu-solar.hu per kalk címen, hogyha végigcsináljátok a rendszernek, tehát a kalkulációt, akkor abban az esetben részt vesztek ezen a sorsoláson, és hiába a napelem szerelő konkurencia esetleg valaki, akkor is oda fogjuk adni a napelemes rendszert, hogyha ő fogja megnyerni. Jó, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és lenne még egy gondolatom, vagy pontosabban egy nagyon fontos dolog az optimalizálóval kapcsolatban. Eredetileg két előadásom lett volna, és hát közelítés egyébként időben a két előadás hosszához. És én azt hittem, hogy nem az optimalizáló ez a mai téma, és ezért nem hoztam el azt az optimalizálót, amit nektek szerettem volna adni ajándékba. És ezért az Ernővel azt beszéltük meg, hogy ezt ki fogjuk küldeni. Tehát én mindenképpen szeretnék kérni mindenkit arra, hogy vagy itt az Ernőnél, vagy akár a grovat.hu partnereinknél legyenek szívesek regisztrálni, és ki fogjuk küldeni ezeket a
az optimalizálókat, amiket megígértünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!